Köszöntöm Dimény Orsoly, a képzési referenst. Ugye hamarosan itt van a táboroztatás ideje, nyilván sok szülő most keresgél az ügyben, hogy hová tehetné gyermekét nyáron. Most íme egy remek ajánlat, ugyanis egy ingyenes táborról fogunk beszélni, ami viszonylag ritka. Milyen tábort szerveznek a Délalföldi Teleházak? A Délalföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete, a Pusztaföldvárért Közhasznú Egyesülete közösen szervez egy hagyományőrző tábort 12-18 éves gyerekeknek. Ebben a táborban lehetőség lesz fonni, szőni, nemezelni, tehát a gyapjó feldolgozás módszereit és lehetőségeit mutatjuk be, illetve kemencében sütésre is. Ez a tábor főleg ugye lányoknak lehet érdekes, mivel a hagyományos magyar falusi kultúrában ezeket a műveleteket az asszonyok, a nők végezték. Azonban szívesen látunk érdeklődő fiúkat is, akik szeretnék a kreativitásukat kiélni, és ezeket a módszereket, meg lehetőségeket kipróbálni. A mai fiatalokat egyébként még érdeklik ezek a technológiák? Tehát hogyan lehet, akkor inkább úgy kérdezem, hogy hogyan lehet érdekesíteni számukra? Ez jó kérdés. Az, hogy jelentkeztek a táborra, ez azt mutatja, hogy igen, érdekli a gyerekeket, és de főleg a kisebb korosztály, tehát akik most eddig jelentkeztek a tábor, ők mind 12-14 évesek eddig. Milyen munkákat tudnak készíteni ezek a technológiák, mert nyilván ezért egy alkotótábornak az is a lényege, hogy kézzelfogható dolgot készítsen, amit aztán hazavihet, megmutathat, büszke lehet rá. Így van. A cél az, hogy a kezdetektől megmutassuk a gyapjú feldolgozást, és mindenki kiválasztja azt a műveletet magának, ami az ő szívéhez a legközelebb áll. Lehet gyapjút festeni, így különböző színeket kombinálni egymással, ami a tapasztalatok azt mutatják, hogy ami nagyon érdekes, meg megmozgatja a fantáziáját a fiatalabb és az idősebb generációknak egyaránt. De lehet használati tárgyakat, fésűtartót, abroszt, kicsi díszeket, állatfigurákat is készíteni ezekkel a technológiákkal, technikákkal. Gondolom nem egész nap kézműveskednek, majd milyen programok lesznek még a táborban? Lesz többféle program. Első napon a Kardoskuti Sóstói telepet fogják megnézni a Körösmaros Nemzeti Park jóvoltából. Második nap lehetőség lesz a ravasztanyát megnézni Orosházán. Ott lesznek elszállásolva is a gyerekek, és ott van egy tanyamúzeum, amit szintén megmutatunk, van állatsimogatójuk is. Ezen kívül angora nyúl bemutató is lesz egyik nap, és angora simogatóval együtt, ami szintén egy izgalmas programnak ígérkezik azért, mert a gyerekek szeretik nagyon. Hány fős tábor lesz? 15 főt várunk. Ők többségében ugye kreatív és motivált gyerekek. Nekik jelentkezni kellett, úgyhogy a saját maguk által készített alkotások képeit küldték be, és közülük válogatjuk ki azt a 15 tehetséget, akik majd a táboron részt tudnak venni. Lesz ennek esetleg valami folytatása, vagy ez csak és kizárólag egy táborról szól? Ez egyelőre egy tábor, de a távlati cél az, hogy egy közösséget fejlesztünk, akik ezeket a technikákat tovább viszik és gyakorolják, és újabb alkotások születnek majd, illetve hogy megosszák egymással azt, amit ők tudnak, és megmutassák, hogy miket lehet még létrehozni, és ötleteket adjanak egymásnak. Tehát főleg az a cél, hogy ők találkozzanak, és kialakuljon egy szoros közösség, akik megosszák egymással a tudást. Lesz ennek folytatása? Folyamatosan újabb projekteken agyalunk, és újabb ötleteink vannak, és így elmondható, hogy igen, lesz folytatása. Még konkrét tervek nincsen, vagy konkrét programok nincsenek, de a tervek azok már itt vannak a fejünkben, vagy a papíron, pályázat formájában.
Tehát mondjuk, aki most kapnak kedvet ilyesmihez, az neke seregyedelme. Neke seregyedelme lesz később is. Még azt elfelejtettem, hogy kemencében sütést is ki lehet próbálni. A Pékek fejedelmi regjétől fog jönni egy hölgy, aki fogja oktatni a gyerekeket arra, hogy kell kulcsaskalást sütni. Tipikusan a pusztaföldvári kulcsaskalácsot fogjuk elkészíteni. És azt nyilván megenni utána. És megenni. A tábor végén lesz egy kiállítás, amit a gyerekek műveiből állítunk majd össze, és ezt majd megtekinthetik a pusztaföldváriak, vagy ha valaki kedvet kap, akkor ki jöhet pusztaföldvára megnézni. Köszönöm szépen! Thank you.